Ahogy a svéd mondaná, hé, ez itt a Bazsi túrák. Mai helyszínünk újfent a Balatonfelvidék, egész pontosan Balatonfüred. A város fölötti hegyeket négy völgy szeli át, ezek közül a legismertebb Koloska völgy. Koloska völgyet legtöbben Koloska sziklák, forrás, illetve a itt található vadas park miatt keresik fel. De azért a völgy tágabb környezetében is jó néhány látnivalót találunk. Én most nem leszek rest, és ezek közül egy párat fel fogok keresni. Tartsatok velem! Mondanám, hogy rajongói kérésre vagyok itt, de ez csak félig meddig igaz, hiszen a túra már tervben volt, mikor egy kedves nézőm javasolta a helyszínt. De milyen jó, hogy már vannak kedves nézőim. Egy évese csinálom ezt, és már is vannak kedves nézőim. Sőt, csak kedves nézőim vannak. Bár tegnap este rám írt Dobrev Klára, nyilván egy kamu profil. Na mindegy, itt vagyunk. Ekkora motivációval, úgyhogy hajrá! Utunkat a Jókai kilátóval kezdjük, de mivel baromi nagy a szél, és félő, hogy már semmit nem lehet hallani a csúcson, ezért most gyorsan néhány dolog. Kilátó a Tamás hegyen van. Tamás hegy 317 méter magas, de maga a kilátó nem a csúcson, hanem Tamás hegy egy 315 méteres magaslatán áll. A Koloska völgy bejáratánál lévő Koloska csárdától egy olyan 2,5 kilométer gyalogút, jó kis kaptatóval, de elvileg nagyon jó lesz a kilátás. Füredre is, Balatonra is, meg a déli partra is. Aki arra tippel, hogy a kilátónak nincs köze a bableveshez, annak igaza van, ugyanis Jókai Mór regényírónkról nevezték el. Ő maga is élt itt Füreden, sőt leghíresebb regényét. Az Aranyembert abban az időszakban írt, amikor füredi lakos volt. Amúgy már itt is vagyunk. Én már most látom, hogy kiváló lesz a kilátás. Azért mutatom, hogy néhány dimenziójában viszonylag szűkös a kilátó. Úgyhogy össze kell húzni magunkat. Hú, ez nagyon szép. Elég fúj a szél, nem tudom mi hallatszik be, de nagyon jó a kilátás. Ugye arra látható a Balaton nyugati medencéje, hátul meg a Badacsony is kikandikál, nem tudom a képernyőn kivehető-e. Ott van a Tihanyi félsziget, Apátság is remekül látszik. Alattunk pedig Balatonfüred, az északi part fővárosa. Ez nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Balatonfüred egyébként 1971-ben lett az ország első gyógy- és üdülőhelyi városa. Sőt, 1987 óta a szőlő és a bor nemzetközi városa is. Ettől függetlenül azt javasolnám mindenkinek, hogy lehetőleg szélcsendes időben, illetve ne alacsony napállásnál látogassa meg a kilátót. Ugyanis ez némileg elvesz az élvezet értékéből, na de mindegy. A helyiek annyira komolyan veszik Jókai Mór emlékét, hogy még egy aranyember tanúsvény is található a hegyen, melyen végig haladva a regény főhőseiről elnevezett padokon pihenhetünk meg, ha minden igaz. Azt olvastam. De inkább megnézem, az lesz a legjobb. Így is van. És hát ideje szint vallanom. Régi családi titok, hogy Jókai Mór az egyik távoli török felmenőmről mintázta Ali Csorbazsi karakterét. Én most nem megyek arra, de hogyha a kilátótól a zöld háromszög jelzéssel lecsorgunk nyugati irányba, akkor a Tamás egy lábánál megtalálhatjuk a Lóci barlangot.
Én most azért nem nézem meg, azért nem megyek oda, amivel be van zárva, mert éppen valamilyen felújítás vagy építkezés zajlik. Na de amúgy látogatható a barlang, ki van építve, világítás is van benne, nem kell külön felszerelés. 1882-ben tárták fel, és 1934 óta látogatható. Hévizes barlang, tehát a föld mélyéből feltörő melegvizek vájták azt. Középidei márga, illetve mészkő rétegek ben, és ezek a mészkő rétegek, illetve márga rétegek a barlang falán jól kivehetők, tehát remekül meg lehet őket figyelni. Pont úgy, mint a borsóköveket, illetve gömbüstöket, amik hát nagyon jellemzők a hévizes barlangokra. Illetve ami még látványosság volt a barlangban, az a rengeteg aragonit kristály, de hát pont azért, mivel látványos, szép, csillogós, fényes, meg minden, az elmúlt 140 évben szinte teljesen kilopkodták a barlangból az aragonit kristályokat. Bár maga a borsókő is aragonitból áll, de az úgy önmagában már nem olyan szép, tehát nem csillog, nem, nincsen szép színe. Tolvajoknak nem hozza meg a kedvét. Amúgy nem túl hosszú a barlang, mindössze 154 méter, és 15 méteres mélységig hatol. Hát, mint említettem, hévizes barlang, tehát régen víz áramlott benne, most már csak néha a legalsóbb szintjén gyűlik össze egy kis karsztvíz. Közben itt mutatom a talajviszonyokat, hát a jég keveredik a sárral, illetve a vizes levelekkel. Nem akarok túlságosan szalonképtelen lenni, úgyhogy nem definiálnám, hogy milyen érzés ezen haladni, de körülbelül mindenki el tudja képzelni, hogy szar. A barlang kapcsán még említsük meg Lóczi Lajost, hiszen róla nevezték el. Geográfus, geológus és tanár volt. Itt hunyt el Füreden a szanatóriumban 1920-ban. És hát amellett, hogy a magyar földrajztudományt világszínvonalra emelte, több mint két évtizeden át tanulmányozta, illetve kutatta a Balatont, illetve a Balaton környékének a geológiáját. Szóval elmondható, hogy amit most tudunk róla, mármint a Balatonról, illetve mondjuk a Balaton felvidékről, az mind az ő kutatásain és tudásán alapszik. Számos expedíción vett részt, illetve számos expedíciót vezetett is világ, illetve Európa szerte. Sőt, ő kezdeményezte Erdély geológiai és geomorfológiai feltárását. Hát, jobban lettünk volna az öreggel, vagy legalábbis szívesen lettem volna tanítványa. De ha már én nem lehetek, majd kicsit később beszélünk arról az emberről, aki valóban volt az ő tanítványa. Ez már itt a tulajdonképpeni völgy, tehát a Koloska völgy. Ennek ma már nem sok nyoma van, de régen ez egy nagy vizenyős terület volt. Erre utal régi elnevezése, a Hétforrás völgye. A völgy déli bejárata aránylag szűk, hát ilyen sziklaszoros szerűség, és állítólag a középkorban egy kőfallal el lehetett zárni, tehát magát a völgyet, és a törökök elől ide menekültek a környékbeli lakosok. A Koloska sziklák, a völgy forrásai, illetve az a kis tavacska, amit mindjárt megmutatok, és hát az azt körülvevő néhány hektárnyi zöld terület 1954 óta élvez védettséget. Na hát ez jól be van fagyva. Igaz, itt a völgyben hát nem csak nyáron van kellemes, hűvös, hanem télen is azért hidegebb van. Ez jól látható. Már említettem az elején, hogy négy völgy található itt Füred fölött. Ezek többnyire észak-dél irányúak, és nagyon jól átfúj rajtuk a szél, főleg itt a Koloska völgyön. Ennek köszönhetően is olyan tiszta Füred levegője. Ott a fák között elősejlenek már a Koloska sziklák, és ez itt alatta Koloska forrás. Hát nem tudom, hogy a természet, vagy az erdészet, vagy a vízmű, de valaki elzárta a csapokat, úgyhogy
Hát ilyen pillanatban nem csordogál onnan semmi. De egyébként itt a sziklák alatt előbukkanó forrásokat, már hogy több is volt, az 50-es években gyűjtötték össze egy forrásba, és az látható itt, az táplálja elvileg a tavacskát is, hát jelen pillanatban nem így történik. Tiszta ég. Persze nem mindenhol, de azért oda kell figyelni. Könnyen lezúghat az ember, hát oké, itt a bozót megfogja, de azért nem kellemes elesni, valljuk be. Na de ami most jön, az a mai túra fő attrakciója, Koloska sziklák. Olyan 40-50 méterrel magasodnak a völgy felé, talán ott látszik is a fehérség, ott van a völgy alja, ott van a kis tavacska is. És hát egész jó kilátás a sziklák tetejéről. Fú, itt is. Az ember jön lefelé, nem is igazán látszik, mert ilyen nagyon vékony és ilyen nagyon áttetsző, de higgyel mindenki, hogy az tiszta ég. Már sok filmben elmondtam, de én ezt sosem fogom megunni. Ez én kedvenc fám, a fekete fenyő, és igen, azt is elmondtam már, hogy nem őshonos, úgy telepítették be az országba 60-as években, viszont ezzel a sziklás környezettel szerintem baromi jól néz ki. Na most a korlát nyilván nem véletlenül van itt a sziklapárkány tetején, de hogyha óvatosak vagyunk, akkor kimerészkedhetünk ide a sziklaperem szélére, és megnézhetjük a kilátást, de csak óvatosan, ismétlem, óvatosan. Tehát alattunk a Koloska völgy, itt pedig maguk a Koloska sziklák. Abban az irányban van Füred, ellenkező irányban pedig Veszprém. A terület neve népiesen barátlakás, egy 1841-es térképen így is szerepel. Csónok Jenő szerint, akiről még kicsit később lesz szó, egykor itt egy kolostor állt. Innen is jött az elnevezés a kolostor, kolostorka, Koloska vonalon. Jó, hogy nem gondolkodtak tovább, mert akkor végén meg itt a Poloska sziklákon kéne mászkálnunk. Na mindegy, a tihanyi barátlakásokhoz hasonlóan állítólag itt is remeték éltek. Hát végülis itt kiválóan el lehetett bújdokolni, csak úgy, mint a tihanyi sziklafalaknál. Aki kíváncsi rá, nézze meg a melyik filmemet is. A vulkanológiáról beszéltem. Igen. Túra és tudomány, vulkanológia. Na, abban vannak a barátlakások. Wow. Kiváló! De már említettem a tudományt, akkor nézzük csak meg. Ez mészkő. A völgy, illetve a Koloska sziklák keletkezésében is közrejátszott a karsztosodás folyamata. Erről most direkt nem beszélek, ugyanis majd az egyik túra és tudomány epizódban a karsztosodást fogjuk boncolgatni. Gondolom már mindenki kíváncsian várja.
elindultunk a Koloska szikláktól a zöld háromszögön, majd pedig a zöld kereszten nyugati irányba. A zöld kereszten szinte nyíl egyenesen kell jönni. A térképen a gázút nevezetű úton, ami hát nem a minőségére utal, hisz az látható, hogy egész jó, hanem arra, hogy itt megy mellette valamilyen gázvezeték. Na de, Sárkány-Lik-barlang valahol itt van a Susnyásban. Nem mondom, hogy olyan nagyon közel van a Koloska sziklákhoz. Jöttem már körülbelül 2 kilométert, de innen már nincs messze, úgy tudom. Na már meg is van. Itt van az út mellett, nagyon nem kell keresgélni. Azért nem egy hatalmas nagy barlangról van szó, azt mondjuk el. Mindössze 4 méter hosszú, és igazából egy ilyen hasadékra jobban hasonlít a sziklák között, vagy egy ilyen repedésre. De nem baj, megnézzük. Hát nem mondom, hogy csalódást keltő, mivel nem vártam valami nagy durranásra, de minden kétséget kizáróan ez a sárkány lik, és egy liknál valóban nem nagyobb. Ugye már egész sok sárkány liknál jártam, hát gondolom a népnyelvben azért lett sárkány lik minden ilyen szűk barlang, mivel ugye nem tudtak bemenni, hát ott is ott az a lyuk. Vajon mi van ott, mi van mögötte? Elnevezték sárkány lyuknak ezeket, mert hogy akkor biztos ott él a sárkány. Hát ki tudja, lehet, hogy tényleg ott él, és mindjárt kijön, és kőkövön nem marad. A helyem úgy nem rossz, és aránylag rejtett. Annyira rejtett, hogy még a kultúra se ért el idáig. Ez nem tudom mi. Még nem láttam ilyen jelzést, de mindegy. Jó, tehát sárkánylik. Íme. Beszéljünk kicsit Csolnoki Jenőről, hogyha már emlegettem. A magyar geográfia egyik legjelentősebb alakjáról van szó, és ő is itt Füreden élt, illetve itt is élt, és történetesen Lóczi Lajos szomszédja volt, sőt, ahogy már utaltam rá korábban, a tanítványa is volt Lóczi Lajosnak. A közeli Veszprémben született, tehát a balatoni levegő mondhatni a vérében volt. Ő is rengeteget kutatta a Balaton környékét Lóczi Lajossal egyetemben. Azt tudni kell Csolnokiról, hogy egy igazi nemzeti érzelmű tudós volt, akinek a Magyarország mindig is egyet jelentett a Kárpát-Verencével. Nekem ez egy szimpatikus hozzáállás, de ez csak az én véleményem, mindegy is. Viszont az ilyen nézetekkel már akkoriban sem lehetett nagyon előre jutni, mármint tudományos téren, ugyanis állítólag azért nem kapta meg a Nobel-díjat, amire amúgy elő volt terjesztve, mivel a Nobel döntőbizottsága szerint egy ilyen nacionalista tudós nem élik ebbe a díszes társaságba. Véleményem szerint, de ez csak megint az én véleményem, nem nekik kellett volna szégyelni Csolnokit, hanem inkább Csolnokinak őket. 1919-ben beosztották a béketárgyalások előkészítő bizottságába. Hát biztosra veszem, hogy nem rajta múlott a trianoni határ nevetséges vonalvezetése, de mindegy is, mindjárt leérünk a Koloska völgybe újra. Ami még hátra van, az a vadaspark, de hogy jöttem erre felé, úgy láttam be van zárva, mindegy, majd megnézzük, hogy mi a szitu. Úristen, azt hittem egy jeges medve, de csak egy nagy fehér kutya. Póráz nélkül, szabálytalanul. Hoppá! Nem tudom, mennyire látható a képernyő közepén Zala felirat és egy szívecske.
Talán nem sokan tudják, de az 50-es évekig az egész, hát majdnem az egész Balaton felvidék Zala vármegyéhez tartozott. Régi szép idők. Persze nem tudom, hogy ez a felirat ennek állít-e valamiféle emléket, de nem kizárható. Azért, ahogy látható, érdemes alaposan szemügyre venni a völgyet, és akár végig sétálni rajta. Ezt megtehetjük mindkét oldalon, egyszer itt, egyszer ott, de nem kell aggódni, mert ahol ez a vízmosás véget ér, ott szépen vissza lehet fordulni, vagy éppen abba az irányba, attól függően honnan indultunk el, és egyébként ugyanoda érünk vissza. Szóval én azt mondom, érdemes végigjárni a völgyet. Körülbelül 20 évvel ezelőtt jártam itt először, életem egyik első mountain bike cross country magyar kupa futamán. Itt volt a központ a Koloska völgyben, és akkor itt a környéken volt kijelölve a pálya. Nem tudom, hányadik lettem. Úgy rémlik, hogy hát nem sikerült túl előkelő helyezést elérni. Az az igazság, de hát nem baj, tapasztalatnak jó volt. Ugye az volt a probléma, hogy fölfele nem bírtam, lefele nem mertem. Így nehéz a terepbringázásban érvényesülni. Na de közben kiértünk itt alul, fölöttünk újra Koloska sziklák, talán kivehető. Úgyhogy most megnézzük a vadasparkot. Ugyanis az árva is van, hátulról meg lehet közelíteni, és legalább egy kicsit belesintünk, aztán ez milyen madár? Fú, na jó, úgy látom, hogy ez hátulról is zárva, úgyhogy nem megyünk be, bár nyilván ez csak ilyen jelképes lezárás, hiszen simán ki lehetne kerülni, de mi most betartjuk a szabályokat és nem megyünk be, meg amúgy is kim van, hogy kamerával megfigyel terület, meg ott belül is le van szalagozva, jó, úgyhogy hagyjuk. Azért elmondom, hogy 8 féle vad él itt a vadasparkban. Gímszarvas, dámszarvas, muflon, őz, és madarak is. Fürj, fácán, fogoly, és hűha, tőkésréce. Igen, tőkésréce. Tehát ez a 8 féle vad. Gondolom, ha éppen nincsen vírushelyzet, akkor be lehet menni. Ami viszont látható innen, az ott leghátul, az a Tamás-hegy, ahol kezdtük a napot. Tőle balra ott a fák mögött átsejlik, az a Péter-hegy. Ez pedig itt jobbra a Sándor-hegy. Ez meg egy jó kis borókás. Egyszer nem olyan régen, még a nyáron piknikeztem itt. Sőt, ha nem lenne ilyen felkapott a hely, ez még vadkempingező helynek is jó lenne. De hát erre nem biztatnék senkit, ugyanis lehet, hogy már említettem, azért szezonban ez elég forgalmas hely. Van itt elég szemét. Minden bokor mögött van néhány szaros zsepi, úgyhogy ne szaporítsuk, én azt mondom. Ennyi fért a mai epizódba, tartsatok legközelebb is velem, ne felejtsetek el feliratkozni, kövessetek Facebookon, a borókás legyen veletek, sziasztok!